Dévácsíte is jössz az iskolába? Billy, én már régen voltam iskolásám. Hát akkor azért gyere! Megvan az uzsonna? Itt van, iskolatáska, az is. Akkor jó, Billy. Megjött az iskolabusz. Szia, Billy! Szia, Dév bácsi! Jó tanulás, Billy! Itt a zöld sárkány! Billy nem viccelt! Elloptad a szenzerekéket a templomból. Miért tetted ezt, ember? Te beszélsz? Én nem loptam tőle semmit, esküszöm! Akart felfedni kilétét, azzal, hogy megpróbálták használni. Úgy érted, az a kart, amit a dobozban találtunk Billyvel? A szenzerekék együttes használatával hatalmas előre tehetsz az a viselője. Milyen szent erekjék? A kart, a páncélzat és a ruha kihozza a belső erőt a viselőjéből, és ezek szerint benned elég nagy belső erő lakozik, hogyha a kart aktivizálta magát. Eddig a kart a tolvajoknak sosem engedelmeskedett. Mondtam már, hogy nem én loptam el a kardot, oké? A házhoz járt, amit vettem. Egy ládában volt benn. Hiszek neked, ez a négy láb azt mondja, hogy te jó ember vagy. Aszta, értetted, mit mondott Rex? Igen, értettem, de ahhoz, hogy bebizonyítsd, hogy méltó vagy, a szenzerekék használatára el kell menned a sárkány energiamag templomban, ahol az őrzők majd megmutatják az utat a sárkány szentélyhez, hogy megtalálhassd a ruhát. És hogy fogok oda találni? Ha valóban nem vagy tolvaj, meg fogod találni. Ég velem, ember! Ne menj még el, hallod? Nincsen távolság, én ott leszek, ha hívnál. Hasítunk együtt, ez a csapat sose hátrál. Összefogunk, ebben rejlik az erőnk. Együtt küzd veled pár elszánt csodabogár. Ezer kalandot érünk át. Egy új út vár ma rá. Gyertek, itt az iskolabusz, milyen fárasztó volt azon. Pillangó! Hát ez meg új tojás! Szia, madárfióka! Ki tudsz kelni? Aszta, te milyen madár vagy? Na gyere, hazaviszlek! Nézd, Dév bácsi, találtam egy tojást, és kikelt belőle egy fura madár. Billy, hol a fenébe voltál? Halálra aggódtam magamat, nem voltál a sulibuszon. Az meg micsoda? Nézd, tök szuper fióka! Jesszus, Billy, az nem madár, hát ez egy dínó fióka. De jó, megtarthatom! Szó se lehet róla. Ki tudja, milyen dínó ez? Olyan, mint egy raptor, de ez fehér. De akarom, akarom! Billy, nem. Mit mondtak a szüleid, hogy fogadj szólt nekem, igaz?
De akarom, akarom! Én találtam az enyém, majd én vigyázok rá! Jól van, Billy, nyugodj meg, majd kitalálunk valamit. Elég harapós ez a dög. Nézd, Dave bácsi, barátkoznak. Nem hinném, hogy barátkoznak, inkább Pyro megtépni. Pyro, vissza! Jaj, ne! Pyro, nem szabad! Billy, pontosan hol találtad? Hát jött egy nagy teherautó az iskolánál, és arról esett le egy láda, amiben volt a tojás. Érdekes. Tavaly volt a dínó háború, és a megmaradt dínókat elvitték a Nublára, kivéve Pyrót, Tankert és Owen Grady Raptorát. Apropó, Grady, holnap, hogyha hazajötsz az iskolából, elmegyünk Grady bácsihoz, és megmutatjuk neki, hát ha ő tudja mi ez, addig bezárjuk az olba. Nem, velem alszik. Hogy is ne? Nem fér meg a többi állatta, nem láttad, hogy Pyro mi csinált? Jobb helye van, hogyha inkább be van zárva, vagy azt akarod, hogy megegyék? Nem. Jó, akkor az olba bezárjuk. Vidd szépen az olba, hisz a te felelősséget, ha meg akarod tartani. Jól van, na, viszem. Bubu, hol vagy? Billy, mit kiabálsz kora reggel? Hát keresem Bubut, így neveztem el. Bubunak? Hát milyen név ez? Hát olyan kis bubuka, de nem találom, Bubu, itt vagy bent. Mi? Nincs az olban? Mi? Jössz el onnan rögtön, te kis szörnyeteg! Billy, szólj rá azonnal! Bubu, gyere ide! Billy, húgd be azt a dögöt és siess, mert 5 perc múlva jön az iskolabusz. Nem akarok az iskolába menni, játszani akarok Bubuval. Nem, az iskola hasznos, és sok mindenre megtanítanak, úgyhogy irány! Jól van, megyek. Légy jó, Bubu, hamarosan jövök. Hé, srácok! Szevasztok, ninják! Ezt nézzétek! Fú, milyen jó kard! Honnan szerezted ezt, Dave? Igazából búmesterhez jöttem, hát ha tudja, mi ez a kard. Sajnos, őt elveszítettük. Miután Halloween után voltak a rengések, búmester eltűnt. Ó, nem már, segíthetek keresni? Köszönjük, de megoldjuk. Mi ez a kard és miért hoztad ide? Figyelj, ezt egy tolvaj nyújta le, akitől még megszereztem a házat. Konkrétan a tolvaj börtönben van, Selina, emlékeztek rá? De Billyvel kitaláltuk, hogy nyissuk ki a ládát, és hát leginkább Billy ötlete volt, ha hiszitek, ha nem, és ez a kard volt benne. Ez jó is lesz nekem. Várj, ez nem hétköznapi kard. Amikor megfogtam, fura érzés támadt bennem, hirtelen, mintha a teljes erőm felszabadulna. Aztán jött egy sárkány. Egy sárkány? Komolyan? Igen, egy bazi nagy zöld sárkány, és beszélt hozzám. Dave, a sárkányok nem beszélnek, nekünk már volt dolgunk sárkányokkal. Mondom, hogy beszélt, telepátián keresztül. Elmondta, hogy valami szent erekjék ezek, meg van még egy ruhadarab, valami sárkánymag energia templom, vagy mi volt, valami ilyesmit mondott, plusz valami sárkány szentély. Ti mit tudtok erről? Én Búszenszei archívumában egyszer már olvastam valamit erről. Létezik ez a hely? A sárkány azt mondta, hogy mivel, hogyha valóban nem vagyok tolvaj, megtalálhatom ezt a helyet. De sajnos Billy miatt alig van itt valami szabadidő. Ki az a Billy? Emlékeztek a kisrácra Halloweenről, aki megidézte a Csón királyt? Na ő most nálam lakik. A szüleit visszahívták, a hazájukba Afrikába háborúznak, és most én lettem a gyámja átmenetileg. Gyerekcsősz lettél, húha! Mi segítünk majd megtalálni ezt a templomot. De szerintem előbb el kell menni börtönbe, és meg kell kérdezni azt a Selinát,
honnan nyúlta le, vagy pontosan, hogy mit tud. Erre én is gondoltam, de ez csöppet macerás, azt se tudni, melyik börtönben van. Ezt könnyen kideríthetem neked, megnézem az archívumba. Nos, meg is van, egy bizonyos börtönszigeten található. Börtönsziget? Na remek, akkor majd valamikor sort kerítek erre is. Gyere vissza majd hozzánk, ha készen állsz az utazásra. Addig ezt itt hagyhatom nálatok? Ne, ha a kard csak neked reagál, akkor jobb, hogyha nálad marad. Kösz, Lloyd! Szava! Gyerekek, ki tudja megmondani, hogy 3 kiskutya plusz 3 kis cica az hány kis állat? Igen, Madison? 6 kis állat, tanárnő. 6 kis állat, tanárnő. Dudley Dursley, állj a sarokba, nem szép dolog gúnyolódni. Ez nem fair. Mindig csak állj a sarokba. Psz, srácok! Van új kisállatom, akarjátok látni suli után? Billy Johnson, te is szeretnél sarokba állni? Nem, tanító néni. Gyere csak ki ide a táblához. Ajjaj. Mivel láthatólag fontosabb beszélgetned az órán, akkor mondd meg, ha Pistike 5 almát kap a nagymamától, de 3-at ott hagy nála, mennyit visz haza? Hát 5-öt? Nem, rossz válasz. De ha visszafordul értük, akkor 5-öt, nem? De nem ez volt a feladat. Kicsengettek. Szép napot, gyerekek. Találkozzunk a játszótéren 1/2 óra múlva, jó? Hozom a kis állatom. De jó! Billy megjött már. Még nem látom. Én vagyok a világ királya. Te inkább maximum a lúzereké gazdag gyerek. De cuki! Júj, ez harapós! Az én kutyám a legokosabb, és sok mindent tud. Például fenyegetni másokat, meg kigúnyolni. Ez jó volt, Nelson. Ide figyelj, Nelson. Csak azért, mert tudsz néhány ninja mozdulatot, nehogy azt hitt, hogy nem vernélek el, hogyha akarnálak. Csak most nem akarlak. Jó, persze. Te meg mit vigyorogsz, flúgos? Rajzolgass inkább a hülye fizetedbe. Megjöttem, nézzétek! Fú, wow, honnan van? Paszka, ez egy dinoszaurusz, baby. Megengedték, hogy megtartsd. Egy gizda kis gyík, ez a szuper kis állatod. Milyen szánalmas, Nyomi, mint a gazdája. Bubu, nem is Nyomi. Bubu? Milyen név ez? Na, Rocco, lyukasz. Szólj rá, mert megharapja Billit! Segítség! Dudley, elég! Mi van, Johnson? Félsz? Dudley, hívd vissza, vagy megmondunk! Fogd be, kontyos! Vissza, rusnaság! Azért még megfizetsz, Billy Johnson! Bubu, állj! Ők a barátaim! Gyere ide! Billy, szerintünk nem kéne megtartanod, nagyon veszélyes! Nem igaz, Bubu nem bánt senkit! Gyere, Bubu, menjünk! Nem szeret téged senki, Bubu, csak én. Én mindig vigyázok rád. Ezt megígérem. Megjöttem.
Billy, hol csavarogtál? Mi is ráadásul azzal a lénnyel? Na, Billy, mi a baj? Mi történt? Semmi, Dave bácsi. De láthatóan szomorú vagy, mi a baj? Semmi. Jó. Na, indulhatunk Gradyhez? Igen.